Rádió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Tét Ildikó, TRX oktató vegyész. Te tulajdonképpen te a tengerészgyalogosokkal akartál vetélkedni az első alkalommal, és mindjárt pofára is estél, ha jól értem. Mondjuk, ez egy ilyen megközelítés, hogy nem hallottam, de ez egy egész jelképes. Ez egy udvarias megközelítés. Jó, teljesen jó megközelítés, érdekes. Igen, ugye a TRX az az amerikai haditengerészettől ered, illetve Randy Hedricktől. Ugye ő a kitalálója, egy tengerészgyalogos volt, és ugye meg kellett oldani a tengeralattjárókon az erőálló képességi edzésüket. És akkor az első heveder egy ilyen ejtőernyő, két szára van, és így oldották meg ugye helyszűkében a teljes testest edzésmódszert. Ugye ez egy 80 dekagrammos felfüggesztéses edzésmódszer, vagy a kezünk, vagy a lábunk van benne, és igazából egy teljes konditermi edzést el lehet vele végezni, és ugye a mindennapi életben, hogy mondjam, tényleg a funkcionális, csak ez is már egy kicsit elcsépelt lett a mai világban, hogy funkcionális, tehát a funkcionális edzésnek az egyik alapeszköze, de hogy teljesen a mindennapi élet mozgásait tudjuk ugye vele elvégezni, amit a mindennapi életben tudunk ugye használni, tehát használjuk is azokat az izmokat, izomláncrendszereket, és ezzel kapcsolatosan ugye egy nagyon jót tud tenni az ülőéletmód mellett, úgymond, tényleg teljesen funkcióba tudja újrahozni a testet, ahogyan ideálisan lehetne, vagy jó lenne, ha úgy működne. Török András, úti könyvíró, Fortepán menedzser. Hogyan lehet ezt esetleg élénkíteni, bővíteni a gyűjteményeteket a veszprémi képekkel? Azért, mikor kérdezte László, hogy mire vagyok a legbüszkébb, azért nem említettem a Fortepánt, mert azt nem én találtam ki, hanem Tamási Miklós barátom, egy nagyszerű fotókurátor és aktivista. Én az ő jobb keze vagyok, és én önkéntesként segítem a Fortepánt. Az a projekt egyedül Miklós kap fizetést, mert ő éjjel-nappal ezzel foglalkozik. Többiek pedig, körülbelül 10 ember van a csapatban, ők pedig... Önkéntesek vagyunk, igen. Megmondom, hogy teljesen a véletlen alakítja, hogy melyik városról mennyi kép van. Hát mi csak a felajánlásokból tudunk gazdálkodni. Ezek szerint Győrből több felajánlás érkezett. De nem egészen csak a családoktól jönnek, hanem jönnek intézményektől is. Pannonhalmáról is rengeteg szép képet kaptunk, talán ő miattuk Győr ilyen gazdag anyag. Aztán a fővárosi levéltártól is kaptunk képeket. Vannak egyes fotográfusok, akinek az életműve teljes egészében vagy részben fölkerült. Urbán Tamásnak például az összes képe, Szalai Zoltánnak is egy csomó képe. Szóval ez a véletlen. De ha Veszprém szeretnek szép képet, küldjetek jó képeket, ajánlatok fel jó képeket, és biztos vagyok benne, hogy ez a szám ez növekedni fog. De azért ez se egy rossz szám, amit elmegettél. Én kettő edzést szoktam javasolni. Amikor valaki nem mozog, vagy nagyon régóta nem mozgott, és újrakezdő, akkor ugye ennek ezek a nagy lelkesedések ugye nyár végén, vagy inkább évelején, hogy ez a most akkor változtatok mindenen, edzek heti 5-ször, nem eszek szénhidrátot, jönnek ezek a szélsőséges hozzáállások. Mindig mondtam, hogy lassan járj, tovább érsz, tehát rendszereket, vagyis nem rendszert, új szokásokat próbálunk felépíteni. Tehát ha nem mozgott az elmúlt 5 évben semmit, rendszeresen, akkor a heti 5 az lehet, hogy egy óriási ugrás. Tehát olyan, mintha meg akarnám mászni holnap a Mount Everestet. Tehát, hogy kell egy kicsi logikusan felépített fokozatosság, rendszeresség. Én heti 2-t szoktam javasolni, nyilván, hogyha bejön, ezt be tudja illeszteni az életébe, és rendszeresen ezt fent tudja tartani. Az első visszajelzések nálunk abszolút vagy a fájdalom eltűnése, mondjuk, hogyha a életmódból fakad, azt pár hét után érzik, illetve a tartás, hogy jobb a tartásuk. Az pár hét, aztán 3-4 hétnél már jelzik. Fizikai változások, én szoktam mondani, hogy türelmesek vagyunk, ugye nem azonnal várjuk az eredményt, hiszen nem
mondjuk ha valakinek fogyás a célja, nem 2 hét alatt szedte föl azt a 5-10-15 vagy akár még plusz x-20 kilót, hanem mondjuk jó pár hónap vagy év alatt. Most nem azt mondom, hogy annyi idő, de adjunk magunknak időt és türelmet az úton ugye visszafele, vissza alakításra is, de én azt gondolom, hogy 8-12 hét után már szoktak jönni eredmények. Ez is nagyon... Ugye az egyezményesen 1839, amikor feltalálták a fotográfiát. A végét pedig Miklós önkényesen határozta el 2010-ben, amikor ő elkezdte. Ő úgy érezte, hogy itt a 2000, tehát az 1990. december 31-e utáni képek már nem érdeklik. És ezt úgy értette, hogy utána drámaian romlott a képek minősége, ezért sokkal-sokkal nagyobb halomból kell kiválasztani azt a szerinte jó és valamilyen értelemben emlékezetes képet, mint a régebbi képekből. Nem annyira a politikai változások miatt van, ez erről sokat beszéltünk a csapaton belül, hanem a gazdasági szabadság, a kapitalizmus, a fogyasztói társadalom miatt sokkal olcsóbb lett a fényképezés, az emberek sokkal többet kattintottak, többet előhívattak, és ezért egy hatalmas szénak az, ahol kell kiválasztani a jó képeket, és Miklós azt mondta, Tamási Miklós az alapító, hogy őt ez egyáltalán nem érdekli. Én szívoztam egy ideig, hogy hát most kéne ezeket, már ugye eltelt 13 év, mióta Fortepán létezik, és ugye már az 1990-es évtized már abszolút a múlt kategóriája, és akkor azt mondtam, hogy milyen jó lenne, na, egy Fortepán pluszt lehetne csinálni, hogy ami kifejezetten az azóta tegnapig, tavalyig gyűjtött képek, és azt mondta, hogy hát András csinál, de hát én nem, vagy nem erre születtem, és addig-addig nem hagyott nyugodni a dolog, amíg rájöttem, hogy hát vannak olyan intézmények, aminek az a dolga, hogy most csináljanak olyan dolgot, ami majd később lesz fontos, és ezek a múzeumok. És végül is a Néprajzi Múzeumot sikerült beizzítani, és még töprengenek azon, hogy indítanak esetleg egy ilyen projektet, de még sehol se tartozol. Én nagy híve vagyok ennek a biohackingnek, ami azt jelenti, hogy természetes módokkal hogyan tudjuk optimalizálni újra a rendszerünket, tehát a fénykörnyezetünk, a napfény hatása ránk, a légzésünk, a hidegterápia akár, tehát hogy nagyon sok összetevővel tudunk optimalizálni, ami a természet. Elszakadtunk a természettől ebben a 21. században eléggé, és egy kicsit visszamenni, hogy minél korábban kimenni a napfényre, minél jobban visszavenni a mesterséges fények használat. Tehát főleg a képernyő, ezt most már sok helyen mondják, a képernyőbámulást az alvás előtt nem annyira segíti az alvás hormonoknak, ugye úgymond, vagy a pihenés segítő hormonoknak a kialakulását, hanem úgy azt érzékelteti a testtel, hogy nappal van. Tehát olyan fénykörnyezetünk van, még este 11-kor is, mintha nappal lenne. És ez kicsit megzavarja a szervezetet, és ha megzavarja ezt a cirkádián ritmust, ezt a bioritmus-szerű, bioritmus cirkádián-ritmus így hívják, akkor ugye ez már a hormonháztartásra is hatással van. Nagyon nagy jelentősége van minél hamarabb kimenni a természetes fényre, és találkozzunk természetes fényjel. Ha süt a nap, ha nem függ össze a természetes fény. Egyedül egy 1996-ban kiadott Szelényi Károly által készített Veszprém könyv található még hébe-hóba egy-két antikváriumban vagy magánkönyvesboltban, ami bemutatja a várost három nyelven, legalábbis három nyelven lett kiadva. És azóta nincsen egyetlen olyan könyv sem, és az idén sem, amit egy külföldinek szeretettel lehet ajánlani, vagy akár egy belföldi turistának. Én úgy állnék neki ennek a problémának, hogy keresnék egy régi polgármestert Veszprémbe, és rádumálnám őt, hogy ő tűzzön ki egy pályadíjat arra, hogy a kéziratot készítse el valaki. De lehet, hogy összefognék a rendszerváltás óta összes eddig regnáló polgármesterrel, hogy ők magánemberként ajánljanak föl, nem is tudom, 1 millió forintot, hogy szülessen egy kézirat. Toma Györfi notária, állatjogi harcos. Elegelén kell, hogy tisztázzunk valamit, ugye a veganizmusról beszélünk, és ti az állatjogi harcosokként ezt képviselitek, a veganizmust, akkor ennek a definíciójáról egy kicsit, Nati, ha tudnál beszélni, mert hát vannak eszmék, meg téveszmék is, és nem biztos, hogy mindnyájan tudjuk, hogy pontosan ti mit értetek veganizmus alatt. Igen. Hát tulajdonképpen a veganizmus az arról szól, hogy nem zsákmányoljuk ki az állatokat, és nem használjuk ki őket, nem bántjuk őket, amikor nem muszáj. És hát ugye
nem muszáj nekünk őket bántani. És ugye ez kitér a táplálkozásra is, a ruházkodásra is, és minden egyéb, tehát hogy például állatkísérleteket sem támogatunk, és semmi olyan tevékenységet vagy céget nem támogatunk, amik azon alapszanak, hogy állatokat bármilyen módon kihasználjanak. Töttös Gábor, történelem tanár. Egyébként nem könnyű esetek, ugye Azaria sem egy könnyű eset, ezt tudjuk róla. Azt mondod, hogy sorsnak pocsék, de célnak szép, amikor hülye gyerekeket tanítasz. Ez egy idézet Hobo egyik dalából. De Geronimo-ról is beszélsz, mint az amerikai történelem lapjairól az egyik legcsúfabb fotó, vagy legszomorúbb fotó, amit te találsz, amikor cilinderben utazik egy Cadillac-en, ha jól emlékszem. De beszélsz Lennyről is, és hát róla is úgy, hogy Leonardo DiCaprio-val hozod egy lapra. Szóval, hogy ezt te mindig így csinálod? Igyekszem úgy átadni a diákoknak, majdnem azt mondtam, hogy gyerekeknek, de hát ők már nem gyerekek, én középiskolásokat tanítok, hogyha visszaemlékeztek, 14-16-18 évesen meg voltunk róla győződve, hogy elképesztően tapasztalt, gyakorlatilag felnőtt emberek vagyunk. Aztán eltelt 10 év, és rájöttünk, hogy akkor nem voltunk, de most már azok vagyunk, aztán eltelik megint 10 év, és akkor ez így többször lejátszódik az ember életében. Tehát nem gyerekekről beszélnék, hanem inkább diákokról. Igyekszem a hétköznapi anyagot, tehát ugye megvan adva, hogy mit kell leadnunk. Hát ez evidens, mert az érettségén van egy fix követelmény, amit tudniuk kell. De ez nagyon száraz, és életidegen nekik. A magyar közmondás, ahonnan induljunk akkor el, ez így szól, hogy a kutyából nem lesz szalonna. Miért nem lesz a kutyából szalonna szerintetek? Hát ugye az ember... neki így társadalmilag mostanában elfogadott az, hogy ugye ez a fajista gondolkodásmód, hogy az egyik állatnak van joga élni, a másiknak pedig nincs. És ugye általában azt szokták így mércének tekinteni, hogy mennyire cuki, mennyire aranyos. És ha mondjuk van egy kiskutya, aki nagyon cuki, nagyon aranyos, a házban is tartanánk, rá azt szokták mondani, hogy jó, ő megérdemli az életet, őt szeretjük, viszont hogyha egy malacra tekintünk, azt már nem látják az emberek annyira cukinak, én annak látom, de úgy társadalmilag az emberek általában nem tartanák bent a házban sem, így aztán úgy gondolják, hogy ő nem érdemli meg az életet annyira. Illetve, hogy feljogosítva érzik magukat, hogy elvegyék az életét. Tehát az a háztartás, ahol konkrétan nulla darab könyv található, mondjuk egy olyan diákkal, akinek a szülei diplomások, teljesen mást hoznak. Mondjuk az egyik a széles körű tájékozottságot hozza, a másik meg a funkcionális analfabetizmust. Nem értenek magyarul a diákok többsége. És van egy harmadik dolog, ami miatt nehezen lehetne egy ilyen mérést felállítani, az az állandó színvonal csökkenés, ami sajnos bármelyik kollégámat megkérdeznétek, ugyanezt mondanák, hogy amit 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt írattunk dolgozatot, azt most nem lehet megíratni, illetve meg lehet, csak nagyjából mindenkinek egyes lenne. De és hát ez borzasztóan szomorú helyzet. Ez így gondolom. Van, sajnos. Ez valóban nagyon szomorú, és nagyon-nagyon küzdünk ellene. Egyre kevesebbet és kevesebbet tudunk megtanítani, mert lassabban tudják befogadni a gyerekek, mert egyre szűkül a szókincs, egyre szűkül az a tudás, amit hoznak magukkal. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye azért erőszakosan soha nem szoktunk megnyilvánulni, szóval hogyha van is olyan akciónk, ami nem teljes mértékben törvényes, bántalmazni soha senkit nem szoktunk. Úgyhogy az fontos szerintem. Igen, hát ez alapvetés, hiszen ti együttérzésről beszéltek, és nyilvánvalóan ez nem csak az állatokra terjed ki, hanem minden érző lényre, ez az együttérzés, úgyhogy ilyen szempontból ti szelíd harcosok vagytok mindenképpen. Hogy néz ki egy karácsonyi ebéd otthon a szülőkkel?
bonyolultan szokott általában kinézni. Szóval, hogy ugye nyilván én is szoktam csatlakozni az ebédhez, de én általában külön asztalnál eszem a saját ételmet. Nem szeretem azt, hogyha állati tetemek vannak az én asztalomnál, úgyhogy én azt nem szoktam elfogadni, de meg vagyunk egymás mellett. Mondjuk 60 gyerekből egy sem tudja megmondani, hogy mit jelent az, hogy üdvözülni. Ez nem egy annyira bonyolult kifejezés szerintem, tehát az üdvözülés, ez mit jelent, ezt nem tudta senki megmondani. Azt, hogy mit jelent az, hogy karaván, nem tudta megmondani 60-ból egy sem. És még nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, hogy milyen mélységekben vannak bizonyos csoportok, bizonyos diákok. Természetesen nem mindenki, tehát vannak, akik ugyanazt az információ mennyiséget hozzák, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt akár mi, vagy 30 évvel ezelőtt mi, de egyre kevesebben. Más kérdés, hogy velük továbbra is lehet villogni, tehát továbbra is lesznek olyanok, akik eljutnak bizonyos szintekig, de ott is csökken. Tehát, hogyha egyetemi tanárral beszélgetnétek, ő is azt mondaná, hogy drasztikusan csökken a színvonal, a diákoknak a tudása. Sajnos. H. Marton Júlia, nőmozgalmi aktivista, író. Másik rész pedig, hogy a nőknek jobb a helyzete, mint régen, nem. Erre ez a válaszom, hogy nem. Rettenetes nagy terhek vannak a nőkön, mert ugye egyrészt a munkahelyi, azután az anyagi, azután szól gyermeknevelésbe, idősek ápolásába, filléres gondokkal küzdködnek sokszor, tehát a nők helyzete az nem jobb, mint régen volt közéletben, de hát ugye ezeket szerencsés kivételeknek is tekinthetjük talán, vagy nem tudom, célszerűségnek. Uh-huh. Úgyhogy... Tehát akkor van még dolgotok, ez azt jelenti a következő mondjuk 20 évre is. Hogy mit tudunk csinálni, ugyanis én ugye most már az életkoromnál fogva még nem hangzott el, hogy 85 töltöm be jövő hónapba. Máté Kristóf, állatjogi harcos. Bátor emberek vagytok. Ezen a strandon mik voltak a közvetlen reakciók? Hogyan viselkedtek körülöttetek az emberek? Ez egy, hát ez túlmegy a polgárpukkasztáson, amit ott ti csináltatok. Tulajdonképpen elég vegyes volt a fogadtatás, voltak jó beszélgetéseink is, illetve voltak, akiknek természetesen ez szúrta a szemét, és kifogásolták, hogy mi ezt ott megcsináljuk, és hogy illetve hogy mondták, hogy ők oda pihenni mentek, és hogy erre nem kíváncsiak, de hát sajnos ezt így nekünk ezt át kell adni valahogy, ezt az üzenetet. Hát úgy kerültem bele ebbe az egészbe, hogy én már 6 éve vegetáriánus voltam etikai okokból, mert nem szerettem volna, hogy bármilyen állat meghajjon miattam, és akkor még úgy voltam vele, hogy jó, a tej, tojás, megfejik őket, elveszik a tojását, de nem kell őket megölni. Tehát nem voltam képben abszolút a tej és a tojásiparban, tojásiparral kapcsolatban, amikor is egy olyan 3 évvel ezelőtt ott utána néztem, hogy mégis mi zajlik a tejiparban, mert azért foglalkoztatott nagyon, hogy hát talán az se helyes, hogy használjuk őket a saját céljainkra. És akkor láttam először ilyen vágóhídi felvételeket, meg megláttam, hogy mi történik a tejiparban, hogy mennyire szenvednek ott az állatok, hogy csak tejelő gépekként vannak tartva, hogy elveszik a borját a tehénnek, és hogy mennyire sír, és akkor ott nagyon átfordult bennem valami. Akkor tudtam, hogy én teljesen félreértettem ezt az egészet, meg félreismertem, és semmilyen formában nem nincsen jogunk kizsákmányolni az állatokat, és abban a pillanatban eldöntöttem, hogy vegán leszek, és hogy ezért fogok küzdeni, hogy ez a helyzet változon. Annak idején az önéletrajzomból is kitűnik, hogy vegyészmérnök voltam, és írtam valamikor nagyon régen egy könyvet, hogy a kémia szerepe, vagy a kémia szerepe a materializmus térhódításában, ez még anno, és ezt követően ugye olyan körülbelül 5-6 könyvben működtem közre, ezek közül 4-et írtam, és a többibe pedig, mint szerkesztő szerepeltem.
A történeteid közül, amiket beküldtél, azok éppen a minap találkoztunk, és idéztünk fel néhányat, és hát azt kell mondjam, hogy ez egy ilyen szép egyrészt korlenyomat, másrészt pedig Veszprém hangulatát megidézi, ahogyan telnek Veszprémben a hétköznapok. Neked ebben a százszavas műfajban, ha jól tudom, kihívás volt ugyanúgy, mint másoknak, hogy ilyen tömören, röviden kellett fogalmazni. Ez biztos. Másrésztről pedig nagyon inspirált engem az, hogy rájöttem arra, hogy minél rövidebb, annál jobb. Úgyhogy azt hiszem, ez a száz szó nem véletlen, mert száz szóban le lehet írni majdnem mindent, amit meg nem, az nem is érdemes. Hogy vásárolunk, ahogy főzünk, ahogy táplálkozunk. Szóval fölmerül egy csomó olyan praktikus kérdés is, amire választ kell adni. Tehát, hogy működő dologról beszélünk. Működik ez? A veganizmus? Persze, maximálisan működőképes. Itt a 21. században már gyakorlatilag minden lehetőség a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani egyéni szinten és társadalmi szinten is. Tehát lehetséges, hogy mondjuk egy növényi étrendre való átállás az eleinte kicsit kellemetlen, kényelmetlen az embernek, hogy egy kis energiát kell belefektetni, de gondoljunk bele, hogy mi a rosszabb, vagy mi a nagyobb volumenű dolog, az a kis kényelmetlenség, ami engem ér azzal, hogy nekem most változtatnom kell, vagy annak a több milliárd állatnak a szenvedése és a halála. Olvasni a ti oldalatokon például olyan kutatói beszámolót, akik orvostudományi kutatásokat végeztek mondjuk a vegán táplálkozásról, és több pozitív megállapítást is tudnak tenni, és nyilvánvalóan az ember egészsége az egy jól felfogott érdeke, de az, amikor a szenvedésről beszéltek, akkor meg ott ugye a lelki ismeretemre appelláltok, szóval, hogy ez tapasztalataitok szerint melyik úton tud érvényesülni leginkább, az ész vagy a szív lelki ismeret? Én azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van. Tehát ha együttérzésről beszélünk, akkor mindenféleképpen az a szív, az érzelmek útja, illetve a veganizmus eszméje az következetességen is alapul. Tehát a logikán, mivel hogy a legtöbb ember azt vallja magáról, hogy tehát 100-ból 99 ember minimum biztosan azt fogja mondani, hogy ha megkérdezzük tőle, hogy ellenzi-e az állatokkal szembeni szükségtelen erőszakot, akkor azt fogja mondani, hogy igen, természetesen ellenzi. Vakancslistáim során összejártam, 26 országban voltam, és nagyon, nagyon szerettem utazni, meg mindent, de ez kiesett. Marad a szellemi vakancsjárás, és biztos erre gondoltál. Ez a könyv szerepel, tulajdonképpen még csak az agyamba motoszkál, mert annyi mindent lehetne. Tulajdonképpen onnét kezdve, hogy a korábbi tevékenységeim paródiákban megvannak, meg minden, még eddig nem jutottak nyilvánosságra, bár a Venőke ládáiba benne vannak, de valami történeti, hogy megmaradjon az, hogy 95-ben alapítottam a Venőkét, ezután az amerikai tanulmányutat követően, és most 30 éves lesz 2 év múlva. Na most, ha még addig élek, akkor ez a könyv, hogy elkészüljön, és most, hogy nyilvánosan beszélek róla, ez bizonyos kötelezettséget is meg kell, hogy majd elkészíteni, mert ugye ha van neked volt az életre, az nagyon szubjektív, ugye felvállaltan szubjektív könyvem, ha van neked volt, de hát az is nagyon sok ember érzi azt, hogy ez a szívéhez szól. Azért, mert igaz. Kristóf, Sándor, nálatok is van ilyen családon belüli konfliktus adott esetben? Nálunk már nem igazán, mert nálunk úgy néz ki egy ilyen karácsonyi ebéd. Én a két testvéremmel lakom együtt, és karácsonykor mindig vegán, vagyis hát tavaly már vegán ételt fogyasztottunk mindannyian, mert tudták, hogy én nem nagyon szívesen eszem úgy asztalnál, főleg így hát ünnepek során sem, hogy
hogy állati tetemek vannak az asztalon, és ezért ők ezt így tolerálták, és akkor mondták, hogy akkor vegán. Vagy hát illetve, ha megyünk a többi testvéreimhez, rokonokhoz, akkor ott is, hogyha én megyek oda, akkor ezt így... Tehát toleránsak. Oké, értem. És köszönöm még egyszer a résztvevőknek. Ilyen beszélgetésünk sem volt, ahol három vendégünk beszélt egyszerre. Nem egyszerre, de hárman voltatok itt nálunk. Ha mi hozzá tudtunk járulni a ti munkátokhoz azzal, hogy a mi körünkben nyilvánosságot biztosítottunk számotokra, akkor örülünk ennek, és hát az együttérzés legyen mindnyájunkkal. Én csak ezt tudom így a beszélgetés végén kívánni, akár emberről, akár állatról van szó, úgyhogy hajrá, harcoljatok értünk is. Sziasztok! Köszönjük szépen, szervusztok! Ez a Studio Veszprém műsora volt, hallgasson ránk minden pénteken!